Kigyulladt és porrá égett egy menetrend szerinti volánbusz az M7-es autópályán a 12-es kilométernél. Ez az utóbbi hetekben, hónapokban már a sokadik ehhez hasonló eset. Ezúttal nagyobb baj nem történt, a vezető az utasokat időben leszállította, itt senki nem sérült meg. Kora délután már csak a megolvadt aszfalt emlékeztetett a reggeli tűzre. Néhány perc alatt úgy kiégett a busz, hogy csak a váz maradt meg. A tűz okáról a volánbusz sem tudott többet mondani. Személyi sérülés szerencsére nem történt, utasainknak anyagi kára nem keletkezett. Útjukat néhány perccel később biztonsággal folytathatták. Az autóbusz 2016. októberében műszaki vizsgán, idén, június 5-én pedig nagy belső szemlén esett át. A tűzeset okának felderítésére vizsgálat indult, amely jelenleg is folyamatban van. Két nappal ezelőtt egy emeletes turistabusz égett ki az M7-es autópályán. A tűz a motortérben keletkezett, a jármű teljesen kiégett, de az utasok itt is ébőrrel megúszták. Más hasonlóság azonban nincs. Nem találkoztam olyan hibával, amelyek egy bizonyos típus hibára utaltak volna. Azt azonban mégis nehéz elfogadni, hogy ilyen gyakran kigyullad egy-egy busz. Egy személygépkocsi 6-8-10 kilométert közlekedik egy évben. Ezek az autóbuszok több százezer kilométer. Ezek több millió utas szállítanak évente, tehát ezeken minden egyes alkatrész sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve. Nem olyan régen egy német nyugdíjasokat szállító busz járt szerencsétlenül. A balesetben 18-an meghaltak, a busz orig égett. A veronai tragédiának egy budapesti gimnázium diákjai estek áldozatául. Sokan a pillanatok alatt terjedő tűz miatt nem tudtak a buszból kimenekülni. Egy ilyen nagyobb ütközésnél esetlegesen a felhevült motorra rákerülő üzemanyag, vagy akár az elektromos állat, valamint ezek tele vannak műanyagokkal. A műanyagok azok jól égnek. A szakértő szerint valószínűsíthető, hogy minél idősebb egy jármű, annál gyakrabban keletkezhet valamilyen hiba, de a tüzeket nem lehet a busz életkorára fogni. Az európai átlagtól a szakértő szerint az ehhez hasonló esetek száma lényegesen nem tér el.